Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol megint itt van velem Bence. Sziasztok! És a második részét fogjuk felvenni a... Fiúk dolgok, amit a fiúk szeretnek a lányokban. Valami ilyesmi. Még mielőtt elkezdeném a videót, szeretném nektek elmondani, hogy végre megkaptam az Enjoy-os tokomat, Bencénél már láthattátok, de... Rendeződött minden, és kaphatóak a tokok, illetve az Enjoy-os pulcsi is még, igaz nem az van rajtam, nem tudom miért mutatom, de még az is kapható, és természetesen Bencének a termékei is kaphatók a Lamboxon. Leteszem a linket a leírásból, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor ott le tudjátok csekkolni. Illetve, bocs, hogy ezt még bepromózom, de az 1005-i rész hozzám kikerült. Igen, a dolgok, amit a lányok szeretnek a fiúkban, második része, az is a link a leírásból, csatornámon megtaláljátok. Dolgok, amiket a lányok csinálnak. Nem. Dolgok, amiket a lányok szeret... Most mi a baj? Rebeka, dolgok, amiket a lányok szeretnek a fiúkban. Ez a sorozatunknak a neve. Itt van. Dolgok, amiket a lányok szeretnek a fiúkban. Á, a szemem. Miért így fogalmaztuk meg? Mert hülyék vagyunk azért. Szóval, vissza kellett keresnem azt a sztorit, amit ugye kitettem. És az első részben mutattuk, hogy mennyire sokan írtak rá. Szeretném nektek megmutatni. Elcsodálkoztam, amikor elkezdtem keresgélni. Nagyon gyorsan haladunk lefele, azt remélem érzitek. Még mindig van. Jó, oké, tehát hogy nagyon sok. Nagyon! Igen, és nekem is írjatok, hogyha szeretnétek következő részt, az én videóm alatt a komment részlegben. Fogok kitenni még egy ilyen sztorit, hogy lássátok, hogy miket választottunk már ki, úgyhogy azokat ne írjátok, mert nyilván rengeteg ismétlés volt benne. Igen. De azt hiszem, hogy most is sikerült kiválasztanom a jókat. Gondoltam, hogy szemezgettél. Az első dolog... Úristen! Elvileg, hogyha kicsit féltékeny vagy, de nem annyira, hogy már pszichopata legyél. Az ilyen kis... Szerintem itt nem is arra a féltékenységre gondolunk, amikor tényleg féltékeny vagy, hanem az a féltés, az a kis aggódás, és az amiatt való lekérdezés talán. Nem. Hála az égnek. Esküszöm neked, hogy gyűlöljük. Tehát, hogy értem én, hogy valaki, az teljesen egészséges, hogy valaki kíváncsi valamire, és megkérdezi, de amikor átmegy már abba, hogy egészséges féltékenység, nincs ilyen! Nincs egészséges féltékenység. Érezteted azt, hogy félted őt, és féltékeny vagy, de nem kezdesz el olyan dolgokhoz hozzányúlni, amivel az egészséges féltékenységet hozod elő, érted? Nem kezd el kérdezgetni, hogy és a haverokkal, amikor átment Xboxozni, akkor volt ott csaj? Tehát ilyen nincs. Érted? Ilyet nem lehet. Azt nem szeretjük. Nem jó. Nem. Jegyzetelni, lányok. Igen. Na az a baj, hogy a férfi az hülye. Hú, de felhúztam magam. Mert mi tovább gondoljuk. Te megkérdezed csak úgy, ellenőrzésből kedvesen, hogy volt-e ott csaj. Igen. Mi már tovább gondoljuk. Kitalál valamit? Pletykák mennek? És bekattanunk, bemegyünk a fürdőbe, és ilyen összeesküvés elméleteket gondoljuk. A tükörre rúzsal írjátok fel, hogy igen. Mikor mi történik. Úgyhogy ezt nem szeretjük. Bocsi, csak ezt el kellett mondjam. Bocsánat, itt egy személyes jellegű kitérőt tennék. Én nem csinálok ilyet. Ja, ne, szerencsére nem. Kiakadnék teljesen. Bocsi, de ezt tisztázni kellett. Mehetünk tovább. Az az igazság, hogy ha belegondolok, akkor lehet, hogy ezt én is csinálom. Amikor morci vagy, és mozgatod az orrod ilyen kis aranyosan, tudod, amikor így kicsit beráncolod. Igen, az aranyos, szerintem. De olyan büszke, hogy ilyenkor magadra, hogy igen, én is csinálom a többi csajjal egyetembe. Hát de most na, az jó, szerintem egyébként az egy tök aranyos dolog. Tehát, hogy olyan kis, annyira elveszíted azt a... A komolyságot? Igen. Tehát, hogy úristen, te most olyan ideges vagy, tehát, hogy ilyen kis, tudod, amikor egy gyerek ránézel egy kölyök kutyára, amikor nagyon mérges. Tudod milyen? Mikor egy
kisfiú, egy kislány odajön, amikor te bemész az óviba, és el akar kezdeni ütni, de te fogod a fejed, és nem ér el. Kb. Így néztek ki ilyenkor. Hát, köszi. Ja nem, nagyon veszélyesek vagytok. Rettegek tőletek. Wow. Ja, bocs. Nem. Ha olyan üzenetet küldünk nekik, hogy aludj jól, szeretlek, vigyázz magadra, stb. Cuki üzenet. Persze, ezt szeretjük a cuki üzeneteket, viszont nem vetjük meg azt sem, hogyha egy picit a pikánsabb üzenetet küldtök, hogyha nem tudom, tudod, nem vagyunk, egy, nem vagyunk egymás mellett, és akkor izé dobsz egy izit, hogy nem tudom. Jó, nyilván is most viccelek, de szeretjük, hogyha ránk gondoltok, de ez nem menjen már rá túlzásba, hogy aludjál, jól, szeretlek. Felszállt el ott, én is téged, akkor neked zére. Amúgy már mit csináltál ma? Tehát, hogy hadd ne kelljen már meséljek, nyilván el akarom mondani, de este ilyenkor nem szabad. Olyankor mi vagy filmet nézünk, vagy Xboxozunk, PC-n játszunk, haverokkal beszélgetünk, hasonló dolgok. Fontosabbnál fontosabb dolgokat felsoroltál egyébként, de igen. Nem baj. Következő, ez is nagyon tetszett, ugyanis ezt nemrég csináltam én is. És kíváncsi vagyok rá, hogy ezt mennyire értékelitek, és hogy hát igen. Megkérdezni, hogy milyen legyen a körmünk, és hagyni, hogy a barátunk válasszon, és bocsánat, itt hozzátenném, hogy szerintem ez nem csak körömmel, hanem bármilyen választási jog. Személy szerint tudom elmondani a véleményem, mint amúgy mindenben, de én személy szerint tökre szeretem, hogyha megkérdezed. Igaz, hogy az elmúlt 3 évben ugyanaz a válaszom, hogy matkék legyen, királykék, mert nekem csak ez van a fejemben, vagy van még az a... Egyszer sem csináltam van... meg. Igen, vagy van még a, mikor teljesen nude, és a... francia. A fehér véggel. Az, a francia. Igen. Franciás köröm, az még jó. A többihez... El tudom mondani, hogy tetszik-e vagy nem, de csak a kék létezik, meg a francia. De akkor igazából, hogyha nem tudom, öltözködöm, és megkérdezem, hogy melyik pólót vegyem fel, ezt vagy ezt, vagy izé... Hát az helyzettől függ, hogy éppen szeretem, hogy megkérdezed. Miért? Hát nem. Köröm igen, póló nem. De milyen diszkrimináció ez? Nyilván, akkor szeretem, hogyha megkérdezed, hogyha véletlen a hatalmas szívedet kiemelő pólót vennél fel, mert akkor nagyon-nagyon bátran és kellően kihúzott mellkassal mondom azt, hogy na azt nem veszed fel, tehát ezt imádom, de alapjáraton igen, így állunk ez az egész dologhoz hozzá. Jó, de összességében szeretitek, hogyha meg van kérdezve a véleményetek, és igen. Igen, tehát szeretjük. Mikor lesz kék körmöd? Itt van valami! Ma kiválasztjuk együtt a kék színt, és megrendelem, jó? Tényleg? Igen. Yes. Ezt nagyon sokan, nagyon sokféleképpen írták le, úgyhogy megpróbálom cenzúrázni, és egy kicsit általánosabbá tenni a helyzetet. Igen. Tehát, ha egy lány bevállalósabb, itt nagybetűvel, csak hogy mindenki értse, ki van jelölve, hogy minden téren, de összességében átlépi a komfortzónáját. Tehát, hogy itt nem csak arra kell gondolni, hanem úgy összességében, hogyha dobozon kívül is gondolkodsz. Nagyon tetszik. Most teszem fel a buliban. Tegnap visszanéztem kétszer egymás után, és mind a kétszer sikítem. Aki nem látta még az első részt, Rebeka csatornán, azt nézze meg, sírt rajta. Buliba voltunk. Na jó, van már, na hát így eszembe jutott. Na, nekem legalábbis nagyon tetszik, hogyha egy csaj bevállalósabb, most nem feltétlenül szexualitás terén gondolkodok, a szexualitás terén, de jobb, hogyha valami kitűnik a tömegből, vagy szokatlan, vagy érted? Mert hogy az különleges is, szokatlan is, szerintem jó mindenképp. Nyilván ez lehet pozitív hatású, negatív hatású, de izgalmas. Szerintem. Igen. Az elég vagány volt, amit Erdélybe csináltam, ugyanis ha nem tudnátok, akkor Erdélybe voltunk Budapestet forgatni, és olyan dolgokat csináltunk, ami nem feltétlen csak lányos. Uh-huh. És szerintem elég vagány voltam. Nagyon vagány voltál. Igen. Nagyon izgi voltam, úgy nagyon bejöttek azok a dolgok. Milyen nap van ma?
Legyen ma szombat, és akkor mondjuk holnap megy ki a broda rész. Ezt akartam mondani akkor, hogy holnap fog kimenni a következő broda rész, és most már haladunk a vége fele, az utolsó lesz a kedvenc részem. Azért azt a feladatot imádtam, és az is egy olyan dolog volt, amit még soha nem csináltam, úgyhogy... De a holnapi rész is tök... Olyat se csináltam, igen. Még elmondanám. Kutyaszán tehát, lesz egyébként. Ja, hogy el lehet mondani. Aha. Kutyaszánoztunk, és nagyon para volt, de nagyon izgi volt, és úristen, amikor csak 6 kutya húzott minket. Igen. De annyira para volt az az erő, meg minden. Házki kutyák voltak egyébként, és hosszám volt utánuk kötve, és akkor így. Hozzá vagyok szokva, hogy viszonylag nagy sebességgel egy állaton mozgok igazából, de azon az állaton van irányítás, és a dogókon nem volt. Igen. És nagyon para. Na mindegy, nézzétek meg, lényeg a lényegben, merjetek egy kicsit. Ott a link a leírásban egyébként a Broda csatorná, az minden részt ott be lehet pótolni. Már 7 darab kiment, és a holnapi a 8. Yeah. Merjetek egy kicsit kilépni a komfortzónátokból. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok bekötve, férfiak. Hát van a piros drót, a sárga, meg a kék. A pirosat nem szabad elvágni, nyilván. De, hogy minden 5. állítás fiútól jött, és azt írta, hogy ha tud nokedlit szaggatni. Mi van nektek beragadva a nokedlivel? Mert ez egy poén itt Magyarországon. Tehát, hogy vagy én nem tudom. Miért szeretitek annyira a nokedlit? Nem tudom, mindenki pozitívum, hogyha tud egy csaj nokedlit szaggatni. Tehát azért ez kritérium egy párkapcsolatban. Ha emlékszel, a legelső videónknál előjött ez. Annó még 90-ben. Nem tudom. Ez belénk van kódolva. Tehát ha az első olyan randin, amikor a lány főz nektek nokedlit csinál, akkor azonnal lánykérés? Hát attól függ, hogy jó, de mindenképp egy pluszpont. De ha rossz a nokedli, akkor nem, ha jó, akkor hát igen. Hát az fekete pont, és tudjuk, hogy minden fiúnak a zsebében van egy kis ellenőrző, 3 fekete pont, az kizárás. Lehet, hogy ezzel magamat szeretném megnyugtatni egyébként, hogy... Most arra célzol, hogy csak személyes jellegű kérdéseket teszek fel, és magam fele hajlok, vagy mi? Ja, nem. A lányoknál van egy dolog beragadva, amit sokszor szeretünk magunknak mondogatni, szerintem. Legalábbis én mindig ezzel nyugtatom magam. Nagyon szeretjük a szép fehér neműket, a szetteket. Kis csipke, sejem, ami úgy egybe van. Uh-huh. És... A legtipikusabb Valentin napi ajándék szokott lenni a pasiknak egy új fehér nemű szett, amit nyilván magadnak veszel, de azzal nyugtatod magad, hogy haj, mennyire fog neki örülni, és mennyire király lesz. Na most hogy van ez? Ti ezt értékelitek, vagy nem? Jó ez a kis megnyugtatás nekünk, vagy igazából... Ez, ahogy ezt így felvázoltad, igen, határozottan megállja a helyét. Remek ajándék. És ezt teljesen komolyan mondom. Sőt, a legnagyobb ajándékok egyike. Lehet, hogy nem magadnak veszed, de azért nekünk is, érted? What? Azt hittem, hogy jó, oké, persze, tetszik, nyilván, hogy tetszik, ha a barátnődön van, akkor muszáj tetszenie. Vicceltem, nyilván nem, de értitek. Nem muszáj tetszen a barátnőd, most érted? Nem a barátnőd, most a... Persze, értem. Bugyikáról van szó. De hogy egyik legjobb ajándék? Szerintem igen. Csajok, menjetek vásárolni. Ennek örülök. De ne ilyen izét vegyetek, rózsaszín, meg kéket, meg izét. Most vagy fehéret veszel, vagy feketét. Hát a bízlés kérdése, de rózsaszín, barna, izé, szivárvány színű, ilyeneket nem. Majd összeállítunk egy listát. Bence kedvencei kollekció. Nem, úristen, kiteszek egy sztorit. Arra akarsz kitenni, hogy nekem milyen tanga tetszik? Ne. Milyen színű fehér neműt szeretnek a fiúk, és ezt listába fogom szedni a lányoknak, és ki fogom tenni egy posztba. Hoppá. Csak hogy tudjátok a top színeket, ha már úgyis ilyen király ajándék. Annyira karitatív vagyok. Igen. Mindent a nézőimért. Ugye? Karakterfejlődés ment végbe az elmúlt 2 évben állad. Annyira jó vagy. Köszönöm. Mondjuk egy buliba. És legyen ez az utolsó. Na, azt nem szeretjük. Azt nem? Kíváncsi vagyok rá. Ha úgy teszel, mintha gyenge nő lennél, nem tudsz kinyitni valamit, és megkéred, hogy segíts. Na hát azt azért, azt imádjuk. Mert hogy itt az erő, nem álmod. Hát persze. Te szoktál így tenni? Elég gyakran nyitogatom itt a dolgokat.
Jó, gondolom, hogy mit csinálsz. Nem. Te nem mondod komolyan, hogy ez egy létező dolog, hogy odahozod nekem, úgyhogy te is ki tudod nyitni. Hát figyelj, lehet egyébként jó, azt azért elmondom, hogy sokszor ez úgy működik, hogy mondjuk egy befőttes üveg, megnyitod először, nem megy, ó, nyisd már ki, nem kezdesz el vele szórakozni, hogy levegőt engedsz bele, vagy erősebben tekergeted, hanem léci, kinyitod, nem bírom. De tudod, hogy ki tudna nyitni, csak nem akar szenvedni, és hadd legyen már ő az erős férfi, mi? Hát ez így kicsit drasztikus és durva, de igen. Jó, ezen túl konkrétan csak meglazítom neked. Ne. Közös munkával fogjuk elérni. Emlékszel, amikor letekertük a kávéfőzőnek a fúvókáját? Nem tudtam kinyitni, és ahogy te megfogtad, rögtön kinyitottad. Ott te lazítottad meg nekem. Nem is lazítottam. Most már biztos, hogy te lazítottad. Nem lazítottam, azt tényleg nem tudtam kinyitni. És mi van azzal, amit már mi se tudunk kinyitni? Ugye adódik a kérdés. Ott probléma van. Elárulnám neked egy kis story time, amit senki nem tud, te sem. Ja, akkor jó. Lent voltál Hódmezővásárhelyen, még régességen, hónapokkal ezelőtt. És megokosodva itt a kanapén, gondoltam, hogy pattintok egy üveg bort így a sorozat mellé, egyedül vagyok, fiús este, nem tudom. 30-40 percig szenvedtem a borral, mert nem volt bornyitó. Rákerestem a férfi állat YouTube-on, hogy hogy kell. Kezdve attól, hogy megpróbáltam egy szöget beleverni és azt kifordítani. Arra emlékszem, itt volt az a hülye bor, nem tudom meddig, benne volt a dugó. Egészen addig, hogy már azon kaptam magam, hogy hajnal 4-kor a ház sarkába benne van egy cipőbe, és próbáltam a bort kinyitni. És a végén konkrétan ugye belenyomtam a dugót, nyilván úgy már nem iszom meg a bort, hogy a dugó benne van, már darabkák is, meg dugó íze lesz. És eléggé idegesen hajnalba lefeküdtem. De hogy konkrétan hallottad itt, a házunk mellett a szomszédok ennyit hallottak, hogy anyád! Próbáltam kinyitni a bort egy darab cipővel, mert hogy a YouTube videóba ment a csávónak. Na mindegy. Hát akkor ezzel a sztorival igazából le is zárnám ezt a videót. Fantasztikus kérdések vannak. Nagyon jó válaszokat kaptunk, de kíváncsi vagyok rá, hogy vagytok-e még kíváncsiak valamire, és ha igen, akkor mindenképpen írjatok a sztorimra, az Instám lent van a leírásban. Az enyém is. A Bencéjé is. És hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel mind a kettőnkre, hogyha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy ne maradjatok le róla, hogyha töltjük fel nektek az új videókat, és nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok velem. És küldjétek el a legjobb barátotoknak ezt a videót, hogy csajszi, ebből tanuljunk, ezek aztán tudnak valamit. Hoppá! Látod? Jó így kell megtekintést szerezni. Ezt ne csináld! Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok! Sziasztok!